eltérő bérek, 59 nap ingyen munka, a férfi és női bérkülönbségekhez viszonyítva a nők évente ennyi időt fizetés nélkül dolgoznak Európában, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. Jelentős vízhiány, 4 tározó teljesen száraz a Felső-Tisza vidékén, jelenleg vízpótlási és vízvisszatartási munkálatokat végeznek a szakemberek. Kiemelkedő hozam várható, a szokatlan hideg idő ellenére is jól teleltek az őszi kalászosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kilenc nap ingyen munka. A férfi és női bérkülönbségekhez viszonyítva a nők évente ennyi időt fizetés nélkül dolgoznak Európában. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A magyar átlag ettől még rosszabb. Hazánkban ez 72 napot jelent, közölte Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozatának elnöke. A kezdőfizetések a fiatalok esetében egyformák. 5-10 év után jelentkeznek az első különbségek férfiak és nők között. A 100 forintos hiányzó része jelzi, mennyivel keresnek kevesebbet a nők hazánkban. Amióta az Európai Unió tagja vagyunk, azóta mérik ezeket az adatokat Magyarországon is. Ennek a bérlésnek több oka is van, az egyik ilyen, hogy a fizetéseket titokként kezelik a munkavállalók és a munkaadók, így nem tudnak mihez viszonyítani a dolgozók. A legutóbbi statisztika szerint a felső vezető férfiak és nők között 33,7% a bérkülönbség hazánkban, hangzott el a nyíregyházi konferencián, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata figyelemfelhívó rendezvényén. Ez már a második ilyen sorozatunk, tavaly januárban kezdtük szintén Nyíregyházán egy hasonló, csak egy másik témában, az is végigjártuk az országot, most szintén ez a terv, és minden megyében vagy régióban a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának a tagja szervezi, itt nálunk én, és így az egész országot, és lesz majd egy záró rendezvényünk is. A női tagozat tavaly nyáron határozta el, hogy tesznek valamit a bérés eltűnése érdekében. 2016-ban kampányt indítottak és különböző konferenciákat kezdtek szervezni. A szakszervezet fő célja, hogy egy asztalhoz tudjanak ülni a döntéshozókkal. Herceg Mária, a tagozat elnöke úgy véli, a kezdeményezés sikeres. Ezt az is jelzi, hogy Nyíregyházán a Vállalkozók Országos Szövetségének képviselője is megjelent a konferencián. A fizetéskülönbségek átlagosan a munkaviszony megkezdése után 10 évvel jelentkeznek. De mire a munkavállalók elérik a nyugdíjaskort, a bérkülönbözet akár 40%-os is lehet férfi és női dolgozó között. Tehet a kormány a szabályozókkal, az ellenőrzéssel, tehetnek a munkaadók, akik nem diszkriminálnak, ugye ez egy jogsértés, ez egy abszolút megállapítható diszkrimináció, hiszen az egyenlőértékű munkáért egyenlő bér jár. Ez részint az alkotmányunkban nincs benne, Magyarországon ez egy hiba, de az európai alkotmányban benne van, és ez egy elvárás, hogy egyébként az egész Európában ezt a jogszabályt, vagy ezt a jogát a polgároknak ezt meg kell tartani. A konferencián az is elhangzott, a bérkülönbségek nem csak a versenyszférát érintik. Ott is nagy mértékben jellemző az eltérő fizetés, ahol bértábla szerint alkalmazzák a dolgozókat. Komoly vízhiány van a Felső-Tisza vidékén. 4 tározó teljesen száraz. Tájékoztatta televíziónkat a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének elnöke. Bodnár Gáspár kiemelte, a vízhiányos helyzetet az okozta, hogy télen kevés hó esett, így nem volt jelentős hóolvadás sem. A talajvizek is mélyen maradtak, jelenleg vízpótlási és vízvisszatartási munkálatokat végeznek a vízügyi szakemberek. A Víz Világnapja és a Magyar Hidrológiai Társaság 100 éves jubileuma alkalmából előadó ülést szervezett a Társaság megyei területi szervezete és a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A nyíregyházi rendezvényen elhangzott, több mint 3000 tagja van a hidrológiai társaságnak, amely többek között mérnököket, biológusokat és vegyészeket fog össze. A centenáriumi évünk jelmondatának azt választottuk, ez a logónkon látható is, hogy 100 év a magyar vízgazdálkodásért, mert hiszen az a célja a mi munkánknak, hogy ezt a sokrétűséget, amit mi képviselünk, ezt érvényesítjük az eléggé hierarchizált, eléggé struktúrált intézmények között.
A rendezvényen többek között a Hidrológiai Társaság egykori elnökeit, titkárait, valamint a vízügyi igazgatóság szakmai pályázatának résztvevőit is díjazták. A találkozón a megyei közgyűlés alelnöke Szabó István azt mondta, az élet kialakulásának és fennmaradásának fontos eleme a víz. Ezért kiemelendő, hogy a Vízvilágnapja alkalmából a vízzel, vízügyel foglalkozó szakemberek többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is értekeznek. A megyénkben, meg kell mondjam, nagy mértékben és magas színvonalon összpontosuló mérnöki tudásról számot adnak egy-egy ilyen alkalommal. Ez egy olyan találkozásra ad lehetőséget, amikor az elért eredményekről, az előttünk álló célokról, feladatokról lehet szót váltani. A szakma körében és a civil hallgatóság számára is érthető formában. A rendezvényen az aktuális vízügyi helyzetről is szóltak. A szélsőségek érvényesülnek egyre határozottabban, tehát vagy nagyon sok víz van, vagy nagyon kevés víz van, és ez egy éven belül is jelentkezhet, tehát jelentkezhetnek rendkívüli árvizek vagy belvizek, ugyanakkor vízhiányos időszakok is, mint ahogy most is komoly vízhiánnyal küzdünk a Felső-Tisza vidékén, hiszen nem volt komoly hómennyiség felhalmozva az idei télen, hóolvadásból nem jelentkeztek a vizek, a talajvizek is nagyon mélyen maradtak, így tágozzunk sajnos továbbra is teljesen száraz, nem tudtuk vízzel feltölteni, tehát itt készülnünk kell a vízpótlási, vízvisszatartási feladatokra is. A vízügyi igazgatóság munkatársai, ahol csak tudják, ideiglenes művekkel visszatartják a vizeket, hiszen így nem csak a felszíni készleteket, hanem a talajvizet is tudják szabályozni. A szakemberek azt mondják, térségünkben is szükséges további vízpótló rendszerek kiépítése. A szokatlan hidegidő ellenére is jól teleltek az őszi kalászosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy passzabb csúcsi mezőgazdasági területen például búzából hektáronként a kiemelkedőnek számító 7 tonna fölötti termésmennyiségre számítanak. Problémák az október végi vetéseknél jelentkezhetnek majd, akkor ugyanis több mint 200 mm csapadék hullott, ez pedig az átlagos mennyiségnél lényegesen magasabb volt. Itt Virányos határában ezen a 24 hektár nagyságú területen már elvetették a zöld borsót. A termés minőségét az is meghatározza majd, hogy hogyan sikerült alapműtrágyázni a földet, de befolyásolja majd a rendszeres vegyszerezés is. Pár kilométerrel messzebb 6 hektáros területről az őszi árpát takarítják majd be, de kiemelkedő mennyiségben körülbelül 25 ezer hektáron termelnek őszi kalászosokat is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gazdák. Tavaly az átlagosnál jobb volt a búza termés mennyisége, ezen a 24 hektáron is hasonlóra számítanak majd. Ez egy nagyon jó minőségű terület, 30 aranykorona fölötti, és ez azt jelenti, hogy egy kiváló csernozom talaj. Hát itt megmondom őszintén, hogy 7 tonna fölötti termést szeretnénk elérni. A betáplálás, tehát a tápanyag utánpótlás is erre készítettük el. Hát én bízom benne. Nyilván, hogy nagyon sok napot kell még kint állni, hogy úgy mondjam a növényeknek, de itt majd a június közepe fogja eldönteni, hogy ha nem szorulnak meg a vetemények, akkor abban az esetben elérhető ez az átlagtermés. A szokatlan januári hideg időjárás ellenére is jól telelt a búza. Az október elejé vetésben az előzetes szemle alapján nem okozott kárt a mínusz 20 fok. Probléma majd ott lehet, ahol október végén az átlagosnál csapadékosabb helyeken vetettek. Abban az időszakban ugyanis 200 mm eső esett, ez lényegesen több a megszokottnál. A következő hetek időjárása miatt már nem aggódnak a gazdák. Egy áprilisi kisebb talajmenti fagy nem árthat a búzának. Az időjárás kedvezett, mert február közepén meg tudtuk a fejtágyázást ejteni, de gyakorlatilag Péti Sóval dolgozunk, és az összes terület megkapta időben. Tehát én bízunk benne, hogy egy későbbi bokosodáskori nitrogén kijuttatással egy fokozatos tápanyagpótlást tudunk majd biztosítani a növények számára. A januári hideg a gazdák hasznára vált, a mínuszfokokban ugyanis kifagyott a kártevők egy része. Ez annak köszönhető, hogy az enyhe télhez szokva nem ágyazták be magukat, és a mínusz 20 fokot már nem bírták a talaj közelében. De az is hozzájárulhatott, hogy idén a megszokott 15-20 cm helyett, körülbelül 90 cm mélyen fagyott át a talaj, erre pedig már 30 éve nem volt példa.
Egyre többször hallathatják hangjukat a fiatalok, véli a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szabolcs-Szatmár Bereg megyei koordinátora. A tanács az új nemzedék központtal közösen szervez vitaesteket, ahol a megyeszékhely és a megye döntéshozói előtt különböző témákban is kifejthetik véleményüket az érdeklődő közép- és főiskolások. A havi helyzet elnevezésű rendezvény sorozat legutóbbi érdeképviselet a felsőoktatásban című fórumán a főiskolásokat próbálta megszólítani a Nemzeti Ifjúsági Tanács és az új nemzedék nyíregyházi központja. Ez már a negyedik téma volt, amiről vitáztak a fiatalok a tavaly novemberi indulás óta. Nagyobb számban inkább középiskolások vettek részt eddig a beszélgetéseken, ezért próbáltak most inkább az egyetemistáknak és a főiskolásoknak kedvezni. Alapvetően az én feladatom az kommunikációs és informatikai ügyvivő. Hát mivel ez számomra inkább egy PR rendezvény, ahol népszerűsíthetjük az egyetemet, így leginkább ez, főképp ugye ez a megjelenés is ezt szolgálja számomra, illetve a kapcsolatépítés a más intézmények képviselőivel. A különböző témákat a visszajelzések alapján választják ki a szervezők. Ezek alapján hívnak a beszélgetésre szakembereket, valamint megyei és városi vezetőket. Céljuk, hogy a vitaestek után olyan vélemények, javaslatok alakuljanak ki, amelyeket a döntéshozóknak is eljuttathatnak majd. Korábban már Nyíregyháza város alpolgármestere és a megyei közgyűlés alelnöke is vendégük volt már. Amikor a dr. Úrik Attila, a polgármester úr látogatott el hozzánk, ő meghallgatta a fiatalokat, elmondhatják a véleményüket, illetve a javaslataikat, és megkért minket, hogy fogalmazunk egy ilyen javaslatcsomagot, amit jutassunk el hozzá, hogy hogyan lehet a fiatalokat jobban bevonni, az önkormányzat hogyan tudja hatékonyabban megszólítani őket, és ezt eljutattuk a számára. Ez azt tartalmazta, hogy online felületeken és a közösségi oldalon keresztül próbálja megszólítani a fiatalokat a város, illetve a megye vezetése. A fiatalok egyre nyitottabbak, örülnek annak, hogy van egy hely, ahol kifejezhetik véleményüket, vélik a szervezők. Ennek egyik kiemelkedő példája, hogy idén tartották az első városi diákparlamenti ülés Nyíregyházán, jövő héten pedig a megyei diákparlament is ülésezik majd. 6 embercsempészt ítélt végrehajtandó, 2 pedig felfüggesztett szabadságvesztésre jogerősen a nyíregyházi törvényszék. Bűnszervezetben üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett embercsempészés miatt az első és másodrendű vádlottakat 7-7 év fegyházra, harmadrendű vádlottat 6 év fegyházra, a fiatalkorú negyed és ötödrendű vádlottat 1-1 év felfüggesztett fogházbüntetésre, 6. és 7. rendű vádlottat 3-3 év fegyházbüntetésre, míg 8. rendű vádlottat 2 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. A tényállás szerint a vádlottak 2014-ben anyagi haszonszerzés céllal több embernek nyújtottak segítséget a magyar határ illegális átlépéséhez. Augusztus 4-én a Tisza gátján segítették 11 afgán migráns Magyarországra történő bejutását úgy, hogy a Tiszán csónakkal átszállították őket a magyar területre. Október 23-án 2 vádlott, további 5 afgánnak segített Magyarországra belépni a zöld határon át. A rendőrök végül egy eperjeske melletti kukoricatáblában találták meg a csempészeket és a migránsokat. A törvényszék határozatával helyben hagyta a Kisvárdai járásbíróság első fokon meghozott ítéletét. 5 nőstény Bennett kengurunak született utódra az elmúlt időszakban a nyíregyházi állatparkban. Az apróságokat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A 22. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolja pénteken a kisvárdai futballcsapat. Az NB2-es tabella 5. helyén álló együttes a 10. helyezett Szolnokot fogadja. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán. Budapesten zárja pénteken az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Varkasinszki Gyuláné együttese az Amatőr Nemzeti Bajnokság 21. fordulójában a MAFC otthonában lép pályára. Az NKS jelenleg az első helyen áll a keleti csoport tabelláján. Öt nőstény Bennett kengurunak született utóda az elmúlt időszakban a nyíregyházi állatparkban. Az 5 kölyök még télen született, mostanra a legidősebbek már el is hagyták anyjuk biztonságot nyújtó erszényét. A parknak eddig 10 fős kenguru csapata volt, ezzel a szaporulattal azonban jelentősen növekedett a létszám.
Az Ausztrália déli részén és Tasmániában őshonos Bennett kenguruk kicsinyei egy hónapos vemhesség után igen fejletlenül jönnek a világra. Születésük után az embrionális állapotú apróságok tehetetlenek és teljesen az anyjukra vannak utalva. Viszonylag erős mellső végtagjaik segítségével másznak be anyjuk erszényébe és ott töltik életük első hónapjait. Az erszényes állatokra jellemző, hogy nagyon fejletlenül hozzák világra kicsinyeiket, így van ez a Bennett kengurukkal is, hiszen az apróság körülbelül 1 grammos születésekor, csupasz és vak, annyi ereje van csupán, hogy bemenjen az erszénybe, és ott egy csecsbimbóhoz tapad. Az erszény lakóinak különlegesség, hogy olykor nem csak egy kis lakója van, hanem több is, van egy nagyobb szőrös, és van egy aprócska is, és éppen ezért az anyaállatnak a két csecsbimbójából kétféle minőségű tej jön. 3-4 hónapos korban dugják ki először a fejüket, 5 hónaposan pedig már időnként kimerészkednek az erszényből. A köztudat a kengurukat gondoskodó állatnak ismeri, a nőstény azonban saját testi épsége érdekében akár az újszülöttjét is feláldozhatja. A kenguruk általában a Kismama magazinoknak a kedvenc emblematikus állatai, azt azonban érdemes tudni, hogy nem éppen a legpéldásabb anyákról van szó. Ha veszélyben érzik magukat, és a hatalmas nagy erszényben lévő kölyök az mozgásában korlátozza, akkor tovaugrik, miközben kidobja a kölykét az erszényből, feláldozva azt a ragadozónak. A Bennett kenguruk Ausztrália bozótos területein élnek, táplálékukat fűfélék, levelek és lágyszárú növények alkotják. Nyíregyházán az állatpark ausztrál kifutójában például emukkal és dingókkal élnek együtt. A 22. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolja pénteken a kisvárdai futballcsapat. Az NB2-es tabella 5. helyén álló együttes a 10. helyezett Szolnokot fogadja. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán. 2 vereséggel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai csapat, amely a tabella első 2 helyét elfoglaló riválisától, a Puskás Akadémiától és a Soroksártól kapott ki idegenben 1-0-ra. A folytatásban a Kozár Bislent 3-0-ra, a Sopront 1-0-ra verte Révész Attila együttese, majd a legutóbbi fordulóban Békés Csabán gól nélküli döntetlent játszottak a várdaiak. Ezen a hétvégén a válogatott világbajnoki selejtezője miatt nem rendeznek fordulót az NB2-ben, a kisvárda viszont pályára lép, a 22. forduló elmaradt Szolnok elleni hazai meccsen gyarapíthatják pontjaik számát Fodor Ferencék. Elindultunk ebből a kis gödörből kifelé, magabiztosabbak lettünk, és tulajdonképpen azért dolgoztunk, hogy most az elmaradt mérkőzést, amit a Szolnok ellen fogunk vívni, az fontos lehessen, és közelebb kerülhessünk az élmezőnyhöz. Készültünk a Szolnokból, láttuk őket, az biztos, hogy egy masszív, jól védekező, zártan védekező csapat, nehéz lesz a védelmüket feltörni, azonban megvannak nekünk azok a támadóink, akik jól egyeznek, úgyhogy azt gondolom, hogy otthon egy nehéz meccs vár ránk, de sikeresek lehetünk. A Szolnok tavasszal még nem szenvedett vereséget, a kisvárda viszont a 2 hazai meccsén nem kapott gólt. Fontos lenne, hogy a hazaiak minél gyorsabban megszerezzék a vezetést a pénteki mérkőzésen. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert kisvárdán bárkinek a 0-0-ás eredmény is jó, így az első gólnak mindig nagyon nagy szerepe van, hogy ki szerzi. A második legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, én azt gondolom, hogy ez elismerés a csapat védekezésére és a védőire nézve. Ez az alap, próbálunk a támadójátékban is segíteni pontrugásoknál, jó lenne most már betalálni nekem is pontrugásból. A Kisvárda Mastergood Szolnok mérkőzés pénteken 14 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig szombaton 21:30-tól láthatják a találkozót. Budapesten zárja pénteken az alapszakaszt a nyíregyházi kosársulé. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság 21. fordulójában a MAFC otthonában lép pályára. Az NKS jelenleg az első helyen áll a keleti csoport tabelláján. 2 hét szünet után játszik ismét bajnoki mérkőzést a nyíregyházi kosársuli. Ezúttal nem jött rosszul a pihenő a keleti csoport lista vezetőjének, mivel Farkasinszky Orsolya és Fekete Dóra kivételével valamennyi játékos kisebb-nagyobb sérüléssel vagy betegséggel küszködött az elmúlt napokban. A pénteki találkozón így minden bizonnyal a szokásosnál több szerep jut majd a kadettkorú játékosoknak. A nyíregyháziak már többször játszottak a budapesti Kinizsi utcai teremben, amelynek szűkösségét a hazaiak általában igyekeznek a maguk javára fordítani.
Több csapat is játszik ezen a pályán, már a Kislánk ellen is pontosan így játszottunk, és nem voltak kellemes tapasztalataink. Ettől függetlenül ugye egy alacsony szerkezetű MAFSZ ellen kell játszanunk, ahol ugye minden valószínűség szerint az egész pályás letámadás az, amit megpróbálnak mindenféleképpen megoldani. Itt nálunk is, amikor itt a hazai pályán játszottunk is, ez benne volt. Maximálisan igyekeznek kihasználni azt, hogy fault határig védekeznek. Most az, hogy a fault határ most éppen Budapesten hol lesz, azt mondja, akkor az otthoni játékvezetés fogja éppen eldönteni. Az biztos, hogy nem szerencsés számunkra, hogy egy új játékvezetőt avatnak itt az NB1 B-s bajnokságban, ugye ő még magasabb szinten eddig nem fúj, csak ugye a Budapest bajnokságban. Hát meglátjuk, az is lehet, hogy olyan pozitív dolgokat fog megítélni, amire nem is számítottunk, és az is lehet, hogy ugye a hirtelen nagy teher alatt nem igazán lesz a helyzet magaslatán, de mi mindenféleképpen bízunk abban, hogy a csapatnak helyén lesz az esze, és ezt a mérkőzést meg fogjuk tudni nyerni. A nyíregyháziak egy nagyon hosszú győzelmi szériát követően szenvedtek két vereséget. Azóta már legyőzték a Kecskemétet, de a Szeged és a Vasas elleni mérkőzés nyomait még érzik a játékosok. Ezen valamilyen szinten emberileg is túl kell tennie az embernek magát. Ugye a Szeged és a Vasas mérkőzés, ez mind a kettő egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Most a Kecskemét ellen is kicsit döcögősen ment az eleje, aztán nyilvánvalóan meg lesz. Sajnos fent Pesten is kemény mérkőzésre számítunk, de utána, hogyha négybe szeretnénk kerülni, ugyanolyan kemény mérkőzések fognak jönni. Úgyhogy ennek fényében dolgozunk keményen, és küzdünk tovább a céljainkért. A nyíregyházi kosársuli jelenleg az élen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. Farkasinszkijék az utolsó fordulóban szabadnaposok lesznek. Azt követően dől el, hogy az NKS hányadik helyen zárja az alapszakaszt, és melyik nyugati együttes lesz az ellenfel a rájátszásban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. 59 nap ingyen munka. A férfi és női bérkülönbségekhez viszonyítva a nők évente ennyi időt fizetés nélkül dolgoznak Európában. A magyar átlag ettől még rosszabb. Hazánkban ez 72 napot jelent, közölte Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozatának elnöke. A kezdő fizetések a fiatalok esetében egyformák. 5-10 év után jelentkeznek az első különbségek. Komoly vízhiány van a Felső-Tisza vidékén. 4 tározó teljesen száraz, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének elnöke. Bodnár Gáspár kiemelte, a vízhiányos helyzetet az okozta, hogy télen kevés hó esett, így nem volt jelentős hóolvadás sem. Jelenleg vízpótlási és vízvisszatartási munkálatokat végeznek a szakemberek. A szokatlan hidegidő ellenére is jól teleltek az őszi kalászosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy paszapcsúcsi mezőgazdasági területen például búzából hektáronként a kiemelkedőnek számító 7 tonna fölötti termés mennyiségre számítanak. Problémák az október végi vetéseknél jelentkezhetnek majd, akkor ugyanis több mint 200 mm csapadék hullott, ez pedig az átlagos mennyiségnél lényegesen magasabb volt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 23-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Egy anticiklon peremén szárazabb levegő érkezik térségünkbe. A péntek esti órától viszont észak felől megkezdődik a hidegebb levegő beszivárgása. Az éjjel a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, néha zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés nem zárható ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5-8 fok között alakul. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó mennyiségű fátyolfelhőzet mellett gomoly felhők is zavarják a napsütést. Napközben néha zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délutántól fokozatosan megerősödik az észak-keleti szél, és emellett zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16-18 fok között lehet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napok többnyire napos, száraz időt hoznak.
Átmenetileg csak vasárnap növekszik meg a felhőzet, és esőre, záporra is csak aznap, főként a déli ország részben számíthatunk. Jövő hét elejére több fokkal visszaesik a hőmérséklet olyannyira, hogy az éjszakai fagyok is visszatérnek, majd szerdától ismét melegszik az idő.